Falvi László képviselő úr. Jelentkezett. Parancsoljon, képviselő úr, öné a szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Tavaly Márki-Zay Péter buktatta le saját magát és a választásokra összeállt egységes ellenzéket azzal, hogy több médiumban is arról nyilatkozott, a Mindenki Magyarországa mozgalom számlájára választási kampány során, illetve azt követően több alkalommal is több mint 4 milliárd forint értékű dollár érkezett az Amerikai Egyesült Államokból. Ezt követte az idei év nagy lebukása, amikor is kiderült, hogy a Karácsony Gergely által alapított 99 mozgalom egyesülethez is érkeztek külföldi pénzek, gyanús körülmények között mindösszesen 506 millió forint összegben. A javarészt ropogós, folyamatos sorszámozású európai és angol fontban befizetett állítólagos mikroadományok és adománygyűjtő ládikák karácsonyi meséjét immár senki nem veszi be. A történtek ismeretében nem túlzás azt állítani, hogy Márki-Zay Péter gerjesztette lavina a komplett dollár baloldalt, Gyurcsányostól, Karácsonyostól, Momentumostól, Párbeszédestől és Jobbikostól magával rántotta és teljességgel hiteltelenítette őket. Mára egészen világossá vált mindenki számára, hogy a 2022. évi országgyűlési választáson a teljes ellenzék külföldi pénzekből kampányolt. Ömlött a soros dollár az országos baloldali médiumokba, a vidéki ellenzéki képviselők és a közösségi oldalaik kampányába. Vajon mit kértek a finanszírozók a Júdás pénzért cserébe? Mit vártak el a hazug és pökhendi lózungok mögött? Ez költői kérdés persze, mert pontosan tudjuk, hiszen nap mint nap ezt mondják és ezt teszik, Budapesten és Brüsszelben egyaránt, kiárulják és hátba döfik Magyarországot és a magyar embereket. Úgy táncolnak, ahogyan Brüsszel és Sorosék fütyülnek. Azaz a magyar emberek, a magyar családok, a magyar vállalkozások, a magyar nyugdíjasok nem számíthatnak a baloldali ellenzékre, mert elárulták őket. Tisztelt Ház! Rendőrségi és NAV nyomozások, házkutatások, valamint ászvizsgálat követik egymást. Egy banki feljelentés követően pedig nemzetbiztonsági vizsgálat történt annak feltárása érdekében, hogy az országgyűlési választási kampány során a külföldről érkezett források elfogadásával sérülhetette Magyarország szuverenitása. A Nemzeti Információs Központ titkosítás alól részben feloldott jelentése megállapította, hogy idézem, jelen helyzetben a nemzetbiztonsági kockázatot az jelenti, ha Magyarország sorsáról olyan szereplők dönthetnek, akik jelentős részben külföldi támogatásból tesznek szert a választók támogatására, a választói akaratot befolyásoló képességre, miközben döntéseikkel nem feléjük, hanem a forrásokat biztosító szervezetek, személyek, érdekcsoportok felé tartoznak elszámolással. Eddig az idézet. Tisztelt képviselőtársaim! Mindez felháborító, elfogadhatatlan és a rendszerváltozás óta példanélküli esemény. A baloldali ellenzék felrúgta az elmúlt 33 év politikai konszenzusát és saját hazáját akarta kiárusítani. Ezért döntött úgy a kormányoldal, hogy a hazaárulással felérő ilyen és ehhez hasonló cselekmények a jövőben alkotmányjogi és büntető jogi értelemben sem maradhatnak következmények nélkül. A Fidesz-KDNP frakció szövetség erre figyelemmel nyújtotta be a szuverenitás védelmi törvénycsomagot, amelynek célja, hogy a jövőben megakadályozzunk minden külföldi befolyásolás célzó kísérletet. A kormánypártokra és a kormányra számíthatnak a magyar emberek, és mi is számítunk a magyar emberek véleményére és támogatására a nemzeti konzultáció során, amelynek tétje a magyarok jövője. Ezért mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megvédjük Magyarország szuverenitását, mert ez az alkotmányos kötelezettségünk, és erre esküdtünk fel. A KDNP országgyűlési képviselőcsoportja továbbra is támogatja a kormány minden olyan döntését és intézkedését,
amely alkotmányos önazonosságunk, az ország szuverenitása és önálló döntései megvédésére irányul. Köszönöm szépen, elnök úr, a figyelmet. Köszönöm szépen. Erről válaszolt, parancsoljon, miniszter helyettes úr. Öné a szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Valóban nagy nyomás alatt van Magyarország, amely nyomás ellen fel kell lépni. Ön beszélt az európai vonatkozásokról. Nos, az alapító atyák az Európai Uniót azért hozták létre, hogy elhozza Európába a békét és a jólétet. Nos, ez a cél, ez az európai projekt az elmúlt időszakban súlyos válságba került. Ma azt látjuk, hogy Európa határain belül és kívül békétlenség van, jelenleg két háború is zajlik határain, az illegális migráció pedig fokozódik. A migráns csoportokhoz köthető szervezetbűnözés, a terrorfenyegetettség jelentősen növekszik Nyugat-Európa városaiban. Ez pedig komoly mértékben veszélyezteti az európai emberek biztonságát. Béke és biztonság helyett félelem és veszély uralkodik. Az elhibázott és kontroll nélküli migrációs politika következtében pedig számos nyugat-európai nagyvárosban a zsidóság megfélemlítve fizikai atrocitásoknak kitéve él. Ez szégyenteljes, és Magyarország nem ilyen Európát akar építeni. Emellett Brüsszel még több pénzt és fegyvert küldene Ukrajnának, ezzel fenntartja, finanszírozza a háborút. Veszély Európán belül, veszély Európa külső határain. Ezeket a veszélyeket Európa vezetői pedig nem megoldják, hanem fenntartják és szítják. Mindezeken felül Brüsszel folyamatosan azon dolgozik, hogy Magyarországra ráerőltesse elhibázott háborúpárti és migrációs politikáját, a gender ideológiát, emellett pedig folyamatosan támadják hazánk szuverenitását. Ehhez pedig társakat is találnak, a soros pénzekből kitömött magyar dollár baloldalt. Világos, hogy Magyarországnak ellen kell állnia ennek a brüsszeli nyomásnak, az is világos, hogy meg kell erősíteni Magyarország szuverenitását, és az is világos, hogy Brüsszelben változásra van szükség. Tisztelt ház! A 2022-es parlamenti választásokkor a baloldali politikusok a törvényeket kijátszva külföldi szervezetektől pénzt fogadtak el, és abból akartak hatalomra kerülni. Ezt a baloldal előbb letagadta, utána mindenféle mesével állt elő, most pedig menekülnek a sajtó és a kérések elől. Viszont mégiscsak az a helyzet, hogy a hálózat megvette őket kilóra, kötegelt euró és dollár bankjegyekkel. Mára egyértelművé vált, hogy a baloldal külföldről kapott kampánypénzeket, a dollárokat pedig Gyurcsány és Karácsony emberein keresztül osztották szét. Egészen pontosan 4 milliárd forintot. 500 millió forint pedig Karácsony Gergely mozgalmának is jutott. A mikroadományokat Karácsonyék vélhetően hamis dokumentumokkal papírozták le, az adományládékokat azóta is keresik, ebben az ügyben az OTP feljelentést tett, a nyomozás pedig folyamatban van. Ez a jelenség egyszerre politikai korrupció, külföldi beavatkozás a magyar választásokba és jogellenes támadás Magyarország szuverenitása ellen. Ahogy képviselő is mondta, ezzel a tettével a magyar baloldal a rendszerváltás utáni magyar politika 30 éves konszenzusát rúgta fel, miszerint minden nemű külföldi párt és kampányfinanszírozás tilos. És mivel a hazai dollár baloldal idegen, külföldi erőkkel paktált le, világos, hogy ezek ellen a folyamatok ellen fel kell lépnünk, meg kell erősítenünk Magyarország szuverenitását, és ezért szuverenitás védelmi törvényre van szükség. A szuverenitás védelmi törvényjavaslat egyik célja pedig éppen az, hogy ezeket az idegen külföldi beavatkozási kísérleteket megakadályozza és feltárja. Tisztelt ház! Szuverenitásunk védelmét nem csak a külföldről lefüzetett, hanem számos brüsszeli föderalista javaslat is veszélyezteti. Jelenleg több olyan brüsszeli javaslat is napirenden van, amelyek belekényszerítenének minket abba, hogy engedjünk a politikai zsarolásnak, és amelyek a Nemzetek Európája helyett egy föderalista irányba vinni el az Európai Uniót. Ez megint csak nem az az Európa, amit annak idején az alapító atyák elképzeltek. Éppen ezért fontos, hogy egyértelmű vélemény nyilvánítsunk több fontos kérdésben a nemzeti konzultáció keretei között. A nemzeti konzultáció legfőbb célja, hogy a magyar emberek elmondhassák véleményüket. Természetesen
a magyar baloldal és Brüsszel is támadja ezt az eszközt, támadja azt az eszközt, amely az egyik legdemokratikusabb és amely demokrácia keretei között véleménynyilvánítást enged a polgároknak. Ugyanakkor megértjük azt is, hogy Gyurcsány Ferenc és a dollárbaloldal is támadja ezeket az eszközöket, hiszen ebben a külföldi kampányfinanszírozásról is szó van. Tisztelt képviselő úr, meg szeretném erősíteni, hogy ellenállunk ezeknek a külföldi nyomásgyakorlásoknak, és ezért ezekre a szuverenitásvédelmi intézkedésekre szükség van. Köszönöm, hogy meghallgattak.